Visszamerázom! Sziasztok, itt vagyunk a Néla Colvin negyednél, és mindjárt lemegyek az aluljáróba, és végig fotózom itt a metró megállót és környezetét. Mert ugyanis ezen a napon lehet utoljára ezt megtenni, mert hétvégén metrópótlás van, viszont hétfőtől le lesz zárva a Colvin érdések és a klinikák megálló, úgyhogy ezt a kettőt meg fogom most nézni. Kívülről és belülről is, hát most még nappal van, de tervezem, hogy éjszaka is visszajövök, akkor kevesebben lesznek, jobban lehet fotózni, most inkább videózni fogok. Itt vagyunk a metró megállónál, és hát látjátok, hogy ez egyike azon megállóknak, ahol négy mozgó lépcső van. És általában ugye kettő föl kettőre. Hát itt vannak a régi tiltó piktogramok. Ez még nagyon régi, ez békebeli lehet, ez már újabb. Itt már a kutyára való is megvan, de hát ugye fagyi hamburger és cigi, amivel nem lehet lemenni. És itt van a metró hálózati térkép is. Meg egy tábla nélküli szék. De ez valószínűleg nem az állomás tartozéka. És akkor itt meg is tudom mindjárt mutatni, miről van. Tehát a Colvin negyed és ugye a szemelvesz klinikák, hát ez felülragasztó dolog, de ugye, hát nem túl régóta, aztán pár hónapja nevezték át a klinikákat szemelvesz klinikának. De ez a két megálló lesz lezárva. És az, hát igen, ez meg az értelmetlen átnevezés, a Göncz Árpád város központ az Árpád híd helyett. De most Emelyvesz klinikák még valahol érthető. Ez már nem. És ilyen Zanon János meg a Ferenciek tetere az változatlanul le van zárva, és nem lesz készen jövő hétig, úgyhogy most lesz négy, a középső szakaszon négy állomás lesz, amire lesz zárva. Ez még a nagy felújítás előtt elkezdi csinálni. Valószínűleg azért, hogy gyorsabban haladjon a középső szakasz, mert azt lesz a legnehezebb pótolni. Viszont most az ütemterv az, hogy szeptembertől itt a déli szakasz, ami most van lezárva, hogy mutatja a térkép, azt viszont át fogják adni. És hát akkor így néz ki az aluljáró fel a kijárat. Hát igazából itt lesz lezárva az aluljáró, többit most nem érdemes itt végig videózni, fotózni, de veszek egy jegyet és átmegyek a klinikák közé, és csinálok még bentől is pár felvételt. Ha már vettem volna ilyet, azt ki kell használni, mert egyszer feljövök, akkor nem tudok vele visszamenni.
vagyunk a Corvin negyed állomáson. Jelenleg ugye éjszaka visszajöttem ilyenkor, ritkábban jár a szerelvény, és kevesebben is vannak, nyugodtabban lehet videózni. Hát látjátok. Ez az utolsó nap, amikor még így eredeti állapotában meg lehet nézni. Ezek a kék színű falak is elmúszom, hogy megmaradnak. Itt meg vannak ezek a tipikus 3-as metró székek, még ezt megmutatjuk. Ilyen az északi szakaszon is gyakorlatilag ilyen székek voltak több helyen is. Hát ez a felújítás után nem valószínű, hogy meg fognak maradni. Viszont erre már rátette a közlekedési múzeum a kezét, úgyhogy nem a szeméttelep, hanem meg fogják őrizni. És itt van a régi jelzőtábla is. Ezek is valószínűleg megmaradnak. Hoppa, és most mondják be a metrópótlást. Az M3-as metró július 13-ától a Ferenciekre és az Arany János utca állomások mellett a Corvin negyed és a Semmelweis klinikák állomásokon sem mennek. A részletekért kérjük kísérjük figyelemmel kihelyezett tájékoztatóinkat, vagy látogassa meg el a BKK-t weboldalra. Köszönjük figyelmet! És igen, ott van rajta a leltárcímke, úgyhogy ez is megmarad. És itt van egy kamera. Ez a régebbi fajta. Hát ez valószínűleg nem marad meg. Meg itt van az a metró térkép. És ilyenkor már 10 percenként jár a metró, de azért látjátok, azért itt is vannak, gyűlik a tömeg. Ilyen tájékoztató táblák, itt van a peronügyeletes is. És ez az, ami nem biztos, hogy meg fog maradni. Számlálóra. Ugye 7 perce ment el az előző szerelvény, és egy 10 perces követés van, hát gyakorlatilag mindjárt itt van. Meg ezek az órákkal a másodperceket, ezek a ledek mutatják. Hát felújítás után nem tudom, hogy ez megmarad-e. És most, hogy elment a metró, éppen szétnézhetünk itt az állomáson is. És ugye az egyik azok állomásoknak, ahol 4 mozgó lépcső van, nem is 3. És érdekes módon most mindegyik megy is. 2 fel, 2 le. És ugye fölfele. Nem felszínre megy, mint a klinikáknál, hanem aluljáróba. Csak ezért se éri meg. Ezt a lapozós órát, ilyen volt az Arany János utcánál is. És úgy látom, ez is megmarad, rajta van a közlekedési múzeum címkéje. Ide méretőnek, ez is ilyen egy érdekes egy szerkezet. És mindjárt át is fog lapozni, 37-ből 38-ból, ezt megvárom. Láttátok, nem is kellett sokat várni le. És hát innen lehet látni itt ezt a felszíni szakaszát az állomásnak. A 4 mozgó, a 2 mozgó lépcső le is állt. Az előbb még ment mind a 4, most már akkor az egyik le, egyik föl. Hát ugye egy óra múlva lezárják az állomást. És egy darabig nem is fogják újra kinyitni. Kezdődik a felújítás, aztán ki tudja, hogy az meddig fog tartani. De az Arany János utcát is már mióta lezárták, és még semmi. Hát, ez meg nagyobb állomás, ez biztos tovább fog tartani. Ezek a régi békebeli zajládák, és valószínűleg menni fognak. Ezek ilyen 1000 éves hangfalak. Ezek, aha. Elektronplex Budapest. Hát igen, ezek még a 80-as évek óta szerintem itt vannak. Nagyjából akkor
kezdték el ezeket kirakni. Hát a Nikondik azok már újabbak. Hát a két kékled, az alagút és a peron, hát az azt jelzi, hogy mind a kettő áram alatt van. És előbb-utóbb innen is jönni fog egy metró. De azzal fogok átmenni a klinikákra. Jó nem lesz akkor a klinikákról, hogy azt a nagyvárat térdő 23.45-kor indul az utolsó szerelvény, úgyhogy azt már ott kéne megcsípni a klinikáknál. Másik dolog, ami felújítás után biztos nem fog itt maradni, ez az analóg óra. És ettől mellette kellett volna lenni, de itt volt régebben a visszaszámláló, ami a következő metró érkezését mutatta. Your attention please. This train is running only to Nagyvárad tér from where replacement buses are available.
elment a szerelvény, elmentek az utasok, úgyhogy meg tudom nektek mutatni. És itt van másik kamera, és a zöld pötty ezen is rajta van, úgyhogy valószínűleg ezt is hiszi is. És ezt a professzionális megoldás, de hát ez évtizedekig működött így. Hát ennél van valami modernebbet, meg kevésbé sufni tuningosat fognak valószínűleg ide tenni. Még ezen a vasdarabon is van egy ilyen zöld pötty. Hát ez nem tudom, mire szolgál egyébként, ezt majd valaki megírja remélhetőleg, aki tudja. Én most még találgatni se fogok, hogy ez micsoda. Hát valószínűleg a dizájnt el is változni fog egyébként. Nekem tetszik ezek a piros oszlopok és sárga falak dizájn, de szinte biztos, hogy nem fog megmaradni. Mert ez az állomás a kontrollból is ismerős lehet, mert először itt száll le a medve, akinek nincs jegye. De utána a gyalogkakukkot már a Deák téren kergetik. Ja igen, és itt van, és itt még a régi neve van meg. Ugye csak pár hónapja nevezték át Semmelweis klinikának. Vagy klinikáknak, na bocsánat, a klinikák. Tehát csak a Semmelweist írták elé. És ezt a két régi széket is megőrzi a közlekedési múzeum. Nagyon helyes. Legalább ez megmarad. És egyébként én úgy emlékszem, hogy itt is volt régebben egy ilyen lapozós óra, de akkor szerint az már eltűnt. Hát igen, itt valószínűleg volt egy tájékoztató tábla, de azt már korábban eltüntették innen. Ott is valamit meg akarnak őrizni. Ez a szokásos tájékoztató tábla. Van még itt is pár szék. És hát maga az állomás. Itt csak három mozgó lépcső van, pedig legalább olyan szédes, mint a Corvin negyedi. És itt voltak a tájékoztatók, meg a visszafele számlálók, de hát itt semmi. Csak azon a logóra maradt meg. Arrafele pedig a forgalmi ügyeletnek a bódéja van. Kiállata, ez nem aluljárókban, hanem a szabadtérbe élik. Hát a három mozgó lépcső, kettő üzemel. És itt is szintén a tájékoztató táblák. Tájékoztató tábla, egy retro hangfal, és a mozgó lépcsők. Ugye gyakorlatilag itt van vége. Kivegyünk, ez már itt az épület, maga az állomás. Itt nem aluljáróba van a kiállat, mint a legtöbb helyen. Hát itt a két retro jegyük, azt túl, hát még ezek szerintem meg fognak maradni. Hát ki tudja, hát lehet, hogy ide elkészül a felújítás, már egy-egy is lesz. Most meg nagyon fúj a szél, lehet, hogy nagyon szélzajos lesz, de itt van a kiállat. Sziasztok, itt vagyunk, azból a klinikákhoz átjöttem, hát így néz ki, ez egy felszíni megálló. És itt van maga az épület. Hát valószínűleg ez is át fog alakulni, azért is filmezem le. És majd már mindjárt szemből is mutatok nektek valamit. Ez a régi retro metró felirat, de valószínűleg ez is el fog tűnni. De remélhetőleg megőrzik felújításkor egyébként sok. Tájnál láttam ilyen régi információs kasolók, hogy rajta van a közlekedési múzeumnak a pesétje, hogy megőrzésnek is emelt. Hát remélhetőleg ezt is majd megőrzik valahol. És itt a bejárat. Ott is megvan még a retro tájékoztató tábla.
meg ezek a régi retro ajtók. És rájövök, három mozgó lépcső van, amiből jelenleg kettő működik. A belülről meg ők a régi tájékoztató táblák is megvannak. Itt volt a jegypénztár, most már a jegypénztár helyett ez van. De itt is lehet jegyet venni. Hát, mondjuk ezeken speciál nem. Mindegyik okos. Háromból három döglött. És másik pénztár meg nincsen. Volt egy pékség is, és ott van az állomás ügyeletnek és a helye. Utolsó órája a régi állomásnak. Tényleg egy kb. Fél órán belül le fogják zárni. És most van idő, úgyhogy megnézem. De hát itt sok látnivaló nincsen. De itt a felon ügyeletes. Ennek a... És itt van egy visszaszámláló. Ugye itt szintén ott azt mutatja, hogy mikor ment el az előző metró, és az ugyanaz, mint ami a Ferenciek terén is volt. Itt mindjárt két tünet, kb. Két perc és jönni fog itt is egy szerelvény. Van egy utasokat nem szállítható vonat, és amit meg akartam nektek mutatni, az ez a CRT TV, ami ugye visszapillantó tükröt helyesíteni főleg, mert ugye a peronnak a másik végét veszi. Na, ez valószínűleg nem fog megmaradni szintén. Hát, erre viszont én fogok lemaradni, amelyik a túloldalt jön, áthaladó vonat. Ja nem, ez itt jön, akkor meg lesz. Haladó vonat volt. Lehet egyébként, hogy az Örösre viszik az összekötő alagúton a Deák téren keresztül, mert különben miért Újpest központ fele menne? Mert ugye, hogyha már tényleg csak hazamenne a garázsba, akkor a másik irányba mennek a kifele.
törvény negyed állomás következik. És akkor itt van a vége. Az utolsó szerelvény elhagyta az állomást, hamarosan be is fogják zárni, és kezdődik a felújítás, és ilyen állapotban most láthattuk utoljára. Itt a vége, bezárták a metrót. Utoljára láthattuk ilyen állapotban ezt az állomást, és a klinikákat is.